egy nap elveszíthetett. Mégis úgy szeres, mintha örökre szólna. Amit fölépítesz, egy nap lerombolódhat. Mégis építsd fel azt, amit akarsz. A mai videónak a témája mások megismerésének a fontossága, illetve az, hogy miért nagyon fontosak a változások az életünkben. Azt hallottam, hogy azok maradnak életben, akik leginkább tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Fogadjátok sok szeretettel! Amilyen vagy, lehet el nem fogadják, mégis légy mindig bátran önmagad. Hát szerintem az ismerkedés az olyan dolog, ami nagyon jó, mert ha megismersz embereket, akkor a te személyiséged is változik, és ha meg nem ismerkedsz meg másokkal, akkor így igazából ilyen, hogy mondjam, ilyen keserű leszel, mert csak egy személyiséget ismersz, és a barátok az, aki ám. Hát az jó, hogyha van, mert ez támogat mindenbe. És az igazi barát az mindig kitart mellette, még akkor sem veszekednek. Köszönöm. Igen. És szerintem könnyebben tudunk alkalmazkodni a dolgokhoz, hogyha több mindenkit beismerünk. Mert több barátunk is lesz akkor. Köszönöm szépen. Szóval nem tudjuk, hogy a másikban mi lakozik. Jó lehet most olyan stílusa van, olyan öltözködése van, olyan beszéde van, ami nekünk nem tetszik, de lehet, hogy van valami olyan is benne, mondjuk szereti ugyanazt a zenét, amit ti, vagy nem tudom, szóval miért lenne fontos az elfogadás, Leila, szerinted? Hát, mert így alapból, nézd, engem mondjuk nagyon sokat bántották azért, hogy a származásom miatt, mondjuk, hogy édesanyám szlovák, bántottak már a kinézetem miatt, vagy az, hogy ahogyan viselkedik. És hát nekem azért mondjuk régebben saját elfogadási problémáim voltak, és nagyon sok gyereknek, meg hát felnőttnek is, a többi embernek is komplexusokkal küzdenek mondjuk emiatt, hogy bántják őket, és hogy az miatt, amiről mondjuk nem is tehetnek, vagy hogy nem fogadják el őket. A lényeg, hogy érezd jól magad, érezd jól itt és most magad. A lényeg, hogy érezd jól magad, érezd jól itt és most magad. Amit megtanulsz, egy nap elfelejtheted, mégis tanulj sokat, mert ebből építkezel. Ami jót teszel, lehet nem értékelik, mégis tégy jót másokkal, szíved szerint. A legjobbat add a világnak, amit csak van, még akkor is, ha mások megítélik. Minden nap egy esély előről kezdeni. Itt van ez a nap, kezdj el ma élni.